Amíg az Atlanti-óceán fölött továbbra is anticiklon honol, addig a következő napokban a szinoptikus helyzet továbbra is kedvező feltételeket teremt a meridionális áramlásnak kontinensünkön. A következő napokban a skandináv félsziget felől egy kimélyült ciklon hatására újabb hidegbetörés éri el Európa északi, középső és keleti részeit. Ez az északról érkező áramlás pedig a hideget és a havazást is magával hozza. Így több helyen ismét a hóesésről és a hidegről fog szólni a jövő hét eleje. Hazánkat ennek a ciklonnak a markáns hidegfrontja vasárnap éjjel közelíti meg. Hatására a jövő hét első napjaiban nagy területen viharossá fokozódik az északnyugat. Addig azonban még több hullámban kell vegyes halmazállapotú csapadékra számítani. Éjjel északnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik, amelyből több helyen várható vegyes csapadék. Az észak-keleti-keleti megyékben, illetve a hegyvidéki területeken általában hóra kell számítani, kis valószínűséggel esetleg ónoszitálásra. Másutt általában eső, havas eső fordulhat elő. Emellett a Dunántúl déli felén és az Alföld délnyugati részein helyenként átmeneti kisebb mennyiségű únos eső is lehet. A nyugati-délnyugati szél élénk lesz, időnként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és +2 fok között valószínű. Vasárnap napközben nagy területen hosszabb időre is csökkenhet a felhőzet, de délután észak-nyugat felől ismét beborul az ég. Délelőtt délen és keleten mindenütt megszűnik a csapadék, majd hosszabb szünetet követően késő délutántól estétől észak-nyugat felől egyre több helyen elered az eső. Késő este, éjfél körül észak-keleten azonban már havas esőre, hóra is számítani kell. Napközben a nyugati szél még csak kevés helyen erősödik meg, estétől azonban a délnyugati szelet már többfelé kísérik erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 9 fok között alakul. Hétfőn felszakadozik, csökken a felhőzet, és reggeltől már felhő átvonulások várhatók. Reggelig többfelé számíthatunk vegyes halmazállapotú csapadékra, észak-kelet felé növekszik a hó-havas eső esélye, másutt jellemzően eső valószínű. Napközben már csak helyenként lehet zápor, hózápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul. Az északnyugatira forduló szél megerősödik, nagy területen, főként a Dunántúlon viharossá is fokozódik. Átmeneti mérséklődés csak az esti órákban várható, majd kedden ismét, immáron még nagyobb területen számíthatunk viharos lökésekre. A hét további részében már távolodni fog tőlünk a teknő, amely a szeles, változékony időjárást okozza. Helyette anticiklon peremén egy melegfront ér majd el bennünket, amely átmenetileg nedvesebb és enyhébb légtömegeket szállít hazánk felé a jövő hét közepéig.